Nyár, perzselő napsugarak és kutya meleg. A kánikulát a házi kedvencek is nehezen viselik, ezért nem csak a saját ellátásunkról kell gondoskodnunk, hanem a kutyusunkéról is. Ez a parányi ebb oltást kapott, de a hőség őt is megviseli. Nagyon melege van, úgyhogy folyamatosan mosni kell hideg vízzel, de otthon hideg kövön elfekszik, úgyhogy amúgy teljesen jó. A leggyakoribb probléma, ami a kutyánkkal előfordulhat, a hőguta, ami a gazdi figyelmetlenségéből és tudatlanságából fakadhat. Gyakorlatilag a legelső, amire oda kell figyelni, hogy ne hagyjuk az autóba a kutyát ilyen melegbe, mert hogyha ő bemarad az autóba, akkor nagyon-nagyon könnyen hőgutát kap, illetve a felesleges terhelés, ami ilyen nagy melegbe, tehát ne futtassuk, ne biciklisztessük a kutyát, mert ez nagyon könnyen hőgutához vezethet, amiben sajnos a kutyusok el is tudnak pusztulni. Az Emberek az Állatokért Alapítvány állatmenhelyén is számos gazdára váró csillogó szemű kutyával találkozhatunk, akiknek a kennelek nyújthatnak menedéket a napsütés elől. A menhely munkatársai mindent megtesznek a védelmükért, sőt azt az ebet, amelyik hagyja, még vízzel is lehűtik. Persze a forróság elviselésében eltérő különbségek lehetnek az egyes fajták között. Ha van olyan kutyánk, aki eleve érzékenyebb a melegre, tehát gondolok itt a rövid orrú fajtákra, a boxer, bullmastiff, bulldogok, akkor őrejük fokozottabban oda kell figyelni, hogy ilyenkor árnyékos helyen legyenek, mert különben ők is nagyon könnyen felborulhat a keringésük. Lényeges, hogy a kutyák ivóvizét naponta legalább kétszer cseréljük, az étel esetében pedig győződjünk meg, hogy nem romlott-e meg a nagy melegben.